Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Halasi Tükör, a városi heti lap. Eseménydús hétvége. Címlapon a tükör tartalomjegyzéke. Bringa ügyeink. Tényleg kerékpáros barátváros Kiskunhalas? Pesti csipkénk. Újabb sikert könyvelhet el a halasi hungarikum. Gitárerdőben. Kis Dávid nagy lehetősége egy különleges produkcióban. Halasi Tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. Árokba hajtott egy autó Halas és Zsana között, megváltoztak az útviszonyok, óvatosabban kell vezetni. Már jó úton járhatnak, a Tormási utcában átadták a lakossági és önkormányzati hozzájárulással épült új aszfaltos utat. Ez volt a második, esélyegyenlőségi gálát rendeztek Halason. Állnak a sátrak, a színpad és a Betlehem Halas főterén, kezdődik az adventi vásár és az adventi zenés napok. Köszöntöm kedves nézőinket, csütörtöki hírösszefoglalón következik, tartsanak velünk! Árokba hajtott egy Chevrolet ma délután 3:45 körül Kiskunhalas és Zsana között. A jármű vezetője nem sérült meg, tudtuk meg Árvai Edinától, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől. Az esethez riasztották a halasi tűzoltókat is, akik az autót áramtalanították. A helyszínen és idején zavartalan volt a forgalom. A télies időjárás miatt megváltoztak az útviszonyok, csúszósabbá vált az aszfalt, ezért a rendőrség kéri, hogy mindenki vezessen óvatosabban. Egy eltűnt halasi férfit keres a rendőrség. Az 1934-es születésű Volovár Imre tegnap este óta tartózkodik ismeretlen helyen. A rendőrség azt kéri, hogy aki tud valamit a férfi tartózkodási helyéről, az jelezze. Akár a 107-es vagy a 112-es telefonszámon is lehet információt adni. Kérik, az is jelentkezzen, aki tud valamit a CRF 758-as rendszámú fehér Fiat Unóról. Már az új aszfaltozott úton járhatnak a Tormási utca lakói. Az ott élők és az önkormányzat összefogásának köszönhetően elkészült a 310 méteres szakasz burkolata. Laskovicsné Terzics Edit önkormányzati képviselő úgy gondolja, más utcák, lakóközösségek számára is példa lehet ez a közös tervezés, megvalósítás. Egy évvel ezelőtt hirdette meg az önkormányzat azt a programot, mely szerint minden esztendőben felújítanak egy gyűjtőutat, és ahol lakossági szándék is van, ott besegítenek az utcák burkolásába. Ma már a Tormási utcában is örülhetnek a lakók, végre nem a gödrös úton kell hazamenniük. Tormási utca most átadásra kerülő szakaszának az aszfaltozása történt meg. Idén ez a negyedik lakossági útépítés, ugye a Hunyadi és a Gyárfás utcában volt egy kisebb szakasz, az Epreskert utcában, illetve itt pedig egy jelentősebb aszfaltozás zajlott. Bíró Anikó volt az egyik kezdeményező. Ő vállalta, hogy megszervezi a 23 millió forintos összköltség felének összegyűjtését. Szüleim már több mint 10 éve itt élnek. Azóta, tehát apukámnak volt szívügye, nagyon sokat próbálkoztunk, minden fórumon, mindenhol, és most éreztük úgy, hogy most van lehetőség a polgármesteri hivatallal együtt. Gacsári Kis János volt az építésvezető. Az átadáson így foglalta össze a főbb műszaki jellemzőket. Körülbelül egy olyan 750 köbméter földmunka készült, 30 centi zúzott kő alappal készült el az út. Közel 1600 négyzetméter a aszfaltozott felület, ez 6 centi kopóréteget jelent, szintre helyeztük az aknákat, készült egy fekvőrendőr, illetve hát egy 350 méter körüli szikkasztóárkot építettünk. A patkának egy része, mint látszik, az nemesített patka, hogy a esetleg szembe találkozó autók azért ne az árokba, illetve ne a
lazább homokba tudjanak közlekedni. Laskovicsné Terzics Edit képviselő szerint az önkormányzat partner a lakossági kezdeményezések, útépítések tekintetében is. Itt az élő bizonyíték, itt állunk, és hát a híradásokból már mindenki előtt ismert, hiszen a három út átadása már nyilvános volt. Úgyhogy hajrá, én arra biztatom a város lakosságát, hogy ott, ahol van szándék, legyen összefogás is, és ez a bizonyíték, hogy nem megvalósíthatatlan az álom, valóra lehet váltani. Fülöp Róbert polgármester úgy gondolja, más utcák, közösségek számára is nyitottak az ilyen lehetőségek. Nagyon örülök annak, hogy nem húzódott át ez a következő évre, és még annak az ígéretünknek eleget tudtunk tenni, hogy ez az út az idei évben meg fog tudni valósulni, és most itt tudunk állni már a kész úton. Ez egy nagyon fontos elem volt, hiszen a következő években már újabb jelentkezők vannak, akiknek az igényeit igyekszünk majd teljesíteni. Gondolok itt a Lászcsárda utcára, illetve hát a Jókai útra, amelyik egy nagyobb gyűjtőútunk lesz a következő évben, ezt szándékozzuk felújítani. Esélyegyenlőségi gálaműsort rendeztek tegnap a Filmszínházban a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napjához kapcsolódóan. Mindenki saját képessége szerint mutatta be tudását. Második alkalommal tartottak Halason ilyen ünnepséget. Valahol tudom, hogy várnak rám, nekem is nyílik még virág. Énekeltek és táncoltak. Második alkalommal rendeztek esélyegyenlőségi gálát Halason. 1992 óta december 3-a a Fogyatékos Emberek Világnapja. Ezzel a nappal szeretnék felhívni a figyelmet a fogyatékkal született, vagy betegség, baleset, illetve katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. Ehhez a világnaphoz kapcsolódva rendezték a halasi gálát is. Óvodások mutatták be műsorukat, illetve maguk az ünnepeltek is bebizonyították, hogy ők is szeretnek táncolni és énekelni. A Család Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szervezte a programot. Nagyon fontos az, hogy megismerjük a társadalomban élőket, velünk együtt élő emberek közül azokat is, akik bármiféle fogyatékkal vagy hátránnyal élnek. Megismerjük az ő személyiségüket, megismerjük azt, hogy mennyi minden csodálatos dologra képesek ők maguk is a mi segítségünk nélkül, vagy éppen segítségünkkel. A gála védnökségét a helyi Vöröskereszt vállalta. Több éve dolgozunk együtt a Kiskunhalasi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és központtal, több rendezvény, sikeres rendezvényen, gyűjtésen, kiosztáson vagyunk túl, hiszen közös a célunk, a hátrányos helyzetű kisebbségi fogyatékos emberek, és ezen belül a gyermekeknek a segítése. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének csoportja is fellépett, mint mindig most is bohókás tánccal érkeztek. Szeretünk föllépni, főleg ilyen rendezvényeken, ahol sérült gyerekeknek tudunk egy kicsi örömet szerezni, vagy vidámságot vinni az életükbe, és nagyon szeretünk elmenni. Hát 20 éve azért mindig valahol előfordulunk és föllépünk. Nagyon sokat készülünk minden hétfő délután, 2 órától 4 óráig az Ötvös utcába ott próbálunk, és akkor hát nagyon sokat készülünk, mire azért összhangban vagyunk még. Hát egyiknek ez a problémája, másik minden hétfőn nem tudunk menni, de nagyon sokat kell készülni. Nem beszélve kellékeket beszerezni, hogy azért egyformák is legyünk, meg jók is legyünk. A gála végén a közönség és a szereplők közösen énekelték el a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalt. Végül még egy kis meglepetés édesség is járt mindenkinek. A jelenlévők azt mondták, remélik jövőre is lesz ilyen gála, hiszen jól érezték magukat. Ilyen, minden jó volt, nagyon a kicsiknek a produkciója is nagyon jó volt, nagyon ügyesek voltak a kicsik. Sport és bűnmegelőzés, erről szólt a mai nap a Humán Szakképzőiskola Kossuth utcai sportcsarnokában. Harmadik alkalommal rendezték meg ezt a programot, melyen ezúttal 5 középiskola vett részt. A versenyek mellett a diákok arra is figyelmeztették, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk. A
sportosan indult a nap a Humán Szakképzőiskola Kossuth utcai sportcsarnokában. Rendőrök és 5 szakközépiskola diákjai vettek részt a sporttal a megelőzésért napon. A nyitóbeszédek után egymást követték a különböző harcművészeti bemutatók. Többek között a házigazda Humán Szakképzőiskola diákja is bemutatták, hogy mit tanultak eddig. Kitépés, kontraütés, fölkészül, fogás, egy! Nagy sikert arattak a birkózók is. Ezt követően elkezdődtek a kézilabda mérkőzések és a bűnmegelőzési előadások. Harmadik alkalommal rendezzük meg az iskolával közösen a sporttal a megelőzésért című napot. Toborzás és pályaorientációs napnak neveztük el, és a rendőr kollégák a pedagógusokkal együtt példát mutatva kézilabdáznak a diákokkal. Első évben a rendőröket hívtuk, a múlt évben a rendőrök, a tanárok és a diákok kézilabdáztak, ebben az évben pedig meghívtuk Bács-Kiskun megye azon iskoláit, ahol rendészeti képzés folyik, és nagyon örülünk, hogy így 7 kézilabda csapat vesz részt ezen a mai napon. A többieknek, az iskola diákjainak 10 szekcióban tartunk különböző témakörökben előadást, arról, hogy hogyan ne váljanak áldozattá, a közlekedési jó tanácsokat ismertetjük a fiatalokkal, különböző bemutatók vannak, és az a célunk, hogy minél többen válasszák ezt a pályát, ezt a szakmát, ezt a hivatást, azon kívül pedig szeretnénk bűnmegelőzési tanácsot is osztani a fiataloknak. A város vezetést Szűs Csaba alpolgármester képviselte a rendezvényen. Mint mondta, a fiatalok többféle veszélynek vannak kitéve, így jó, ha sokat hallanak a bűnmegelőzésről, és ezért kellenek a mostanihoz hasonló alkalmak. A célja az, hogy közelebb hozzuk a gyerekeket a rendőrség felé. Egyrészt a pályaválasztás irányába vigyük el őket, mutassuk meg a rendőrségnek maga a munkáját, maga a működését, hogy hogy is működik, és ez alapján nagyon remélem, hogy sokan fogják a rendészeti szakot választani. A másik vonulata pedig maga a bűnmegelőzés. Mindenféleképpen, főleg a mostani fiataloknak fel kell nyitni a szemét, meg kell azokkal a veszélyekkel ismertetni őket, amik esetleg rájuk várhat. Ezért mindenféleképpen fontos, hogy azokat a fontos tudnivalókat megkapják a rendőrségtől, amit egyébként majd a napi életben tudnak hasznosítani. Még a Mikulás is végignézte a sorversenyeket. Adásunk előtt nem sokan érkezett meg a Mikulás a kiskunhalasi UKSC sportolóihoz. Több mint 200 gyerek várta a Kossuth utcai sportcsarnokban. Kicsik és nagyok a sok edzés és verseny miatt kiérdemelték a Mikulás elismerését. A halasi kézilabdás gyerekeket és felnőtteket látogatja meg a Mikulás. Olyan sok kézilabda egyesület van ebben az országban, hogy most ért ide Kiskunhalasra, de én tudom, hogy innen még menni fog tovább is. Tehát a Mikulás fog érkezni ma hozzánk, több mint 200 játékosunkat fogja megajándékozni egy csomaggal, és hát érdemei szerint van, aki virgácsot fog kapni, van, aki egyéb jutalmat fog kapni, attól függően, hogy hogyan dolgozott ebben az évben. Lesz egy kis verseny, egy kis mozgás, hát egy sportos Mikulás nem szólhat másról, csak a egészséges életmódról, a testedzésről, és hát a Mikulás csomag is úgy van összeállítva, hogy az egészséges táplálkozást segítse. Egyre ünnepibb a hangulat Halas főterén. Ma reggel óta sokan dolgoztak azon, hogy elkészüljön az adventi vásári zenés napok helyszíne. Idén a főtéren kapnak helyet az árusok, így az óriási adventi koszorú és a karácsonyfa mellett lehet beszerezni a karácsonyra szánt ajándékokat. A magyarok vásárából ismert kereskedők hozzák Halasra termékeiket, illetve ide települnek a vendéglátósok is. A főtéren kap helyet a színpad és az embernagyságú figurákkal berendezett betlehemi jelenet. Ez is már elkészült, és karácsonyig bizonyára sokan megnézik majd. Az adventi vásár és zenés napok december 9-én, vagyis pénteken nyitnak, és szinte egész karácsonyig látogathatók. Innentől minden nap lesz műsor a főtéri színpadnál. Ezek általában délután 5 óra körül kezdődnek. Több sztárvendég is koncertet ad majd, így például Szandi, Muri Enikő, Peter Srámek és Szűcs Judit is. Holnap délután 5 órakor a Felsővárosi Iskola karácsonyi műsorával indulnak a zenés adventi napok. A múlt héten a nagy szél miatt elmaradt Kecskeméten a karácsonyi értékeket bemutató megyei program. Helyette most pénteken, vagyis holnap várják az érdeklődőket a megyeháza elé. Városunkat a Halasi Csipke képviseli a rendezvényen. Az érdeklődők megnézhetik, hogyan készülnek a lehelet finom csipkék. A karácsony jegyében zajló programok 9-től 14 óráig tartanak. Ez lesz az év utolsó Bács-Kiskun, a Mi Megyünk rendezvénye. Most pedig egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap főbb híreit.
Árokba hajtott egy autó Halas és Zsana között, megváltoztak az útviszonyok, óvatosabban kell vezetni. Már jó úton járhatnak, ha Tormási utcában átadták a lakossági és önkormányzati hozzájárulással épült új aszfaltos utat. Ez volt a második, esélyegyenlőségi gálát rendeztek Halason. Állnak a sátrak, a színpad és a Betlehem Halas főterén, kezdődik az adventi vásár és az adventi zenés napok. Híradónk után következik az időjárás jelentés, majd a napi mozaik, amelyben a Filmszínházban tartott esélyegyenlőségi gálából mutatunk részleteket. 19:30-tól pedig a Kultúrképben legelőször is a 40 éves Líra koncertjét mutatjuk be, azután az ünnepi csomagolási ötleteket is elleshetik nálunk. Végül pedig megmutatjuk, hogy a főtéren kiállításra készült Betlehem hogyan is készült el. A Fénycsepek című halasi antológiáról pedig Sári Katalinnal beszélgetek, majd köszönöm már a figyelmüket, viszontlátásra!